Juha. Juha. Valami komoly érintkező rendszer van itt alul, meg tengely. Opa, de jó. Akkor szereljük össze. Ugye ez maga a ház. Erre van nekünk egy ilyen pici kis távtartónk erre a tengelyre, azok a kis hajlítások lefelé néznek. Utána rátesszük a mágneses motortestet. Így. Aztán összerakjuk ezt az érintkező rendszert, fedelet rárögzítjük, így, rendben van, benne van a helyén. Következő lépés, hogy ezt ide becsúsztatjuk. A fém, a műanyag fülek közé megy be, most már annyira nem látni, de itt két műanyag fül van, ami közé megy be a fém. És ezt ütközésig letoljuk. Ütközésig, így van. Forogni forog, olyan darabosan, valószínűleg ugye a mágnes. Mágnes olyan darálósan, darabosan mozdul el. Aztán rátesszük ezt a fémlapkát, ami szintén még a mágnes fokozására való, az elektromágneses térfokozására. Ezeknek a műanyag felöntéseknek bele kell ide a lyukba illeszkedniük. Aztán rátesszük ezt a fogaskerékrendszert. Teljesen betoljuk. Ennek itt teljesen be kell menni a helyére. Így van.
rendben van. Így. Ezzel síkban elvágólag kell lennie. Jó. És végül rátesszük ezt a kihajtó fogaskereket, aminek a tengelye belemegy majd ebbe a lyukba. Így. Ugye. Így, né. Jelenleg még nem. Hoppá. Most jó. Most jó. Így. Tökéletes. És visszazárjuk ezeket a lemezeket. Á! Hogy lehetne ezt normálisan visszazárni? Hogy csináltam én az előbb? Így. Visszazárjuk ezeket a füleket. Jó. Egyik az visszazárt rendesen, a másik az még nem annyira. Így. Hát látszik a szerelés. Itt látszik a szerelés nyoma. Jó. Még működik. És ezt a kis fület is vissza kéne oda pöttyinteni. Úgyhogy ezt itt beszorítjuk. És a fület megütjük egy kis véső végével. De ezt most itt nem tudom megcsinálni a levegőbe, ezért egy satunál, vagy valamiféle ajzat segítségével ezt visszaütöm. Ezt most nem fogjátok látni, de higgyétek el, hogy ezt vissza fogom hajlítani. Akkor ezt a két kis leszorító fülecskét is beütöttem a helyére, és ezzel kész a motor összeszerelése. Működik jól, úgyhogy majd mindjárt meghajtjuk.